Püspök atya, mit kell tudnunk a szent hagyományról? Úgy tudom, hogy a szentírástól ugyan független, de vele egyenrangú hitforrás. Honnan tudjuk, hogy ez hiteles? Kik írják, kik írták? Hogyan jön létre? Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Sokat beszéltünk arról, hogy Isten föltárja önmagát, megszólal, kinyilatkoztatja magát, közel jön az emberekhez. Ennek a gyümölcse a Szentírás. Ennek a legnagyobb megnyilvánulása magának, Krisztusnak az élete. Azonban fölmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk helyesen megérteni a Szentírást. Mi garantálja azt, hogy helyesen értsük? Ha egy kicsit távolabbról vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akkor jó arra fölfigyelni, hogy minden dolog, amit megértünk, azt egy szöveg összefüggésbe elhelyezve értjük meg. Például, hogyha hallok egy új szót, mondjuk ezt, hogy tranzisztor, ezt megpróbálom elhelyezni kicsi elektromosságról való tudásom alapján, hogy ez valami elektromossággal kapcsolatos szerkezet. Tehát valamit már tudok, van egy háttér ismeretem, és ebbe helyezem bele az új szót. A nagy kérdés az, hogy a Biblia szavait, a Biblia állítását milyen háttérbe kell elhelyezni, hogyan tudom megérteni. Már a szó is egyébként, hogy megért, sok más nyelven is kicsikét hasonló, olaszul comprendere, együtt veszem, összeteszem, azt jelenti, hogy valamilyen háttérbe helyezem el. A katolikus egyháznak az a meggyőződése, hogy az a közeg, amelyben a Szentírást helyesen megértjük, az nem más, mint az élő egyház. A szent hagyomány tulajdonképp nem más, mint az élő egyház. Úgy is hívjuk ezt, hogy kongeniális kontextus. Azt jelenti, hogy az a szövegkörnyezet, az a háttér, kontextus, amelyik méltó a Bibliához, kongeniális vele, mert ugyanaz a lélek sugalmazta a Bibliát, mint amelyik lélek jelen van az egyházban, ahogy Jézus ígérte, a szent lelket átadta a tanítványainak. Azt mondta, a szent lélek elvezet titeket a teljes igazságra, megtanít titeket mindenre. Ez egyetlen olyan közeg, amely igazán méltó az egyházhoz, a Bibliához. Ebben a közegben tárul föl teljes értelemben a Bibliának a tanítása mélysége. Vagyis a katolikus egyház azt gondolja, hogy a Bibliát helyesen csak az egyházban érthetjük meg. Miért gondoljuk ezt? Mindenek előtt azért, mert az Úristen nem egy könyvet adott az emberiségnek, nem egy könyv hullott le az égből. Nem előbb volt a Biblia, és utána az egyház, hanem fordítva. Előbb van az egyház, Isten először emberi szívekbe írt. A Szentlélek által megihlette a prófétákat, apostolokat, előbb volt Isten népe, már az Ószövetségben, Ábrahám, Izsák és Jákob, a szent nép, amelyik várta az üdvözítőt, amelyik hitt a szövetséget kötő Istenben, előbb volt az élő Isten népe, és csak utána született meg maga a könyv. Előbb van Isten népe, utána a Szentírás. Az Isten népe a Bibliának, mint egy szülő anyja, természetes közege. Vagyis ebben a közegben kap igazán értelmet, teljes fényt a Bibliának minden mondata. A protestáns testvérek ezt az igazságot egy kicsikét másképp látják. Luther úgy érezte, hogy az egyháznak a hagyománya, a bűnei, a tökéletlensége, a történelmi terhe gyakran olyan, mint egy porréteg, ami rárakódik a Bibliára, és ezt valahogyan le kell róla söpörni. Ő azt mondta, sola scriptura, vagyis csak a Szentírás. Ennek a mondatnak az értelme az, hogy sine ecclesia, egyház nélkül. Csak a Szentírást akarja olvasni, hallgatni, azt akarja, hogy fölragyogjon az Isten igéjének ereje, szépsége, tisztasága. Természetesen Luthernek nagyon nagy mértékben volt ebben igaza. Valóban az egyház hajlamos arra, hogy rá telepedjen a Bibliának a tiszta, erőteljes igéire. Az emberi tökéletlenség mint egy elfedi a Bibliának az eredeti erejét.
Luther korában, amikor gondolhatunk búcsú cédulákra és sok minden másra, ez különlegesen erősen így volt. Luthernek a vágya tehát az volt, hogy megtisztítsa a Bibliát az egyháztól, és fölragyogtassa annak az eredeti erejét. Mi keresztények azonban alapvetően azt gondoljuk, hogy amit Luther itt kijelent, sola scriptura, az igazából egy lehetetlen, egy abszurd vállalkozás. Senki nem tudja a Bibliát önmagában megérteni. Luthernek is van egy háttértudása, egy elképzelése arról, hogy ki az Isten, mi a kereszténység, kicsoda Jézus, mire való ez a könyv. Tehát van egy háttértudása a kereszténységről, és ennek a fényében olvassa, értelmezi a Bibliát. Úgymond neki is van egy hagyománya, ami alapján a Bibliára ránéz. Ez látszik például abban, amikor a nagy vita kitör a megigazulásról, és Luther a vita egyik fordulatában, hevében azt mondja, hogy a Jakab levél az csak egy szalma levél. Szent Jakab ugyanis azt írja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Cselekedetek is kellenek a hiteles keresztény élethez. Luther azonban inkább azt hangsúlyozta, hogy ingyen igazulunk meg kegyelemből, csak a hit által. Ebbe a képbe Jakab levelének ez a mondata, hogy a hit tettek nélkül halott, nem nagyon illik bele. És Luther, amikor ezt olvassa Jakab leveléből, akkor nem azt mondja, hogy hurrá, ez a bibliai mondat, tettek is kellenek, akkor így kell élni, a Szentírás mindenek előtt, nem, hanem azt mondja, ez csak szalmalevél. Vagyis neki is van egy háttértudása, ami alapján úgymond értelmezi a Bibliát, megítéli azt, szinte fölötte áll és helyére teszi a Biblia különböző mondatait. Még világosabb ez 1519-ben a lipcsei dispután, ahol Luther dönt a rövid kánon mellett, vagyis 7 könyvet az addigi hagyománnyal szemben menve kizár a Bibliából, főként azért, mert a második Makabeus könyvben az elhunytakért való áldozatról is szó van. Vagyis megint csak azt látjuk, hogy dogmatikusokból Luther a Bibliából kizár egyes könyveket, úgymond ítélkezik, fölötte áll a Biblia fölött. Mi katolikusok tehát úgy látjuk, hogy lehetetlenség csak a Szentírást önmagában olvasni, mindenkinek van egy háttérelképzelése a hitről, kereszténységről, Istenről, aminek a fényében a Bibliát olvassa, megérti. Manapság a protestáns testvérek is ezt teljes mértékben belátják. Őnekik is van hitvallásuk, tehát a hiszek egyet, ők is elfogadják, ismerik, használják, ők is tudják, hogy van egy háttértudás a kereszténységről, úgymond egy szent hagyomány, amit ők is hoznak, és ennek a fényében értelmezik, magyarázzák a Bibliát. Hadd tegyem azt is hozzá, hogy a katolikus egyház a II. Vatikáni zsinaton részben Luthernek a kritikáját elfogadta. Ugyanis egyre világosabban láttuk azt, hogy valóban az ember hajlamos arra, hogy mint porréteg a tökéletlenségével a Bibliát elfedje, vagy akár szinte fölé akarjon kerekedni. És éppen ezért a II. Vatikáni zsinat a Dei Verbum konstitúcióban azt mondja, hogy a tanító hivatal, vagyis az egyház soha nincs a Szentírás fölött, hanem azt mindig alázatosan hallgatja, befogadja és magyarázza, továbbadja. Vagyis a Biblia az egyházban mindig egy fölöttünk álló kritikai erő, fény, olyasmi, mint egy tükör, amelybe beletekintünk. Soha nem lehet az ember, az egyház a Biblia fölött, hanem mindig alázatosan hallgatjuk, és engedjük, hogy a Biblia ítélkezzen fölöttünk. Összefoglalva tehát, a kereszténység alap meggyőződése az, hogy a Szentírás egy közegben jön létre, először Isten népe jön létre, és az élő Isten népe, ez a szent hagyomány, amelyet a Szentlélek vezet. Vezeti abban, hogy fölismerjük a Biblia könyveit, hogy mi a kánon, mi tartozik bele a Bibliába. Ezt a szent hagyománynak a legelső és legfontosabb konkrét
része, hogy egyáltalán az egyház fölismerte, hogy melyek a Biblia könyvei, és ezt a tudását átadja nemzedékről nemzedékre. Nagyon sok hitigasság van, ami a Bibliában csírájában van meg. Például a Szent Szűznek a szeplőtelen fogantatása, az, hogy kezdettől, léte első pillanatától mentes a bűntől. Erre az igazságra utal a Biblia, például amikor azt mondja az angyal a szűzanyának, hogy kegyelemmel teljes, tele vagy kegyelemmel, Isten kegyelme elárasztott. Vagy amikor a jelenések könyvében azt halljuk, hogy egy asszony, akinek öltözete a nap, lába alatt a hold, és világra hozza a messiást, a mennynek a királynője, Krisztus édesanyja. Vagy amikor a kereszten Jézus így szólozna, hogy asszony, utalva az első asszonyra, Évára, aki a maga bűnével elindítja a bűntörténetét, itt most az új Ádám mellett megjelenik egy új Éva, akiben az üdvösségnek egy új története indul el, egy teljesen tiszta, Istennek igent mondó, az Isten népét megjelenítő szimbólumként és valóságként jelenik meg itt a szűzanya. Vagyis benne van csírájában ez a hitigasság, a szeplőtelen fogantatás a Bibliában. A Szent Hagyomány azt jelenti, hogy ezt helyes módon az egyház megértette, kibontakoztatta évszázadokon át. Vagyis nem úgy kell elképzelnünk a Szent Hagyományt, mint egy könyvbe leírt, sok-sok igazságot tartalmazó összefoglalást, hanem inkább, mint az élő egyházat, a Szent Lelket, aki segít értelmezni, befogadni, helyes fényben látni a kinyilatkoztatott igazságot, a Szentírást. Még egy rövid gondolatkör tartozik ehhez a részhez. Ez nem más, mint a hit szabálya. Azt gondolom, a Szent Hagyomány és a hit szabálya olyan téma, vagy témák, ami a mindennapi gondolatvilágban nem jelenik meg. Sokak számára újdonság, hogy nem csak Bibliánk van, hanem van még Szent Hagyomány, és van a hit szabálya is. Püspök atya, kérem, mondja néhány szót, mit kell tudnunk a hit szabályáról, mi ez, miért van rá szükség, honnan alakult ki, kik hozták létre. Ez is egy nagyon ősi keresztény tanítás, latinul így hívják, regula fidei, a hit szabálya. Szent Irénausz, aki ezt legelőször használja, második század vége felé az eretnekekkel szembeni érvelésében, vagy a tévtanítókkal szemben írt könyveiben. És azt akarja ezzel kifejezni, egy kicsit ugyanazt az igazságot, amiről az előbb szó volt, a Szent Hagyományt. Tehát ez tulajdonképp a Szent Hagyománynak egy másik, talán egy részére utaló, de vele szinte azonos jelentésű megnevezése. Azt akarja mondani, hogy a Bibliát a hit szabálya szerint, a regula fidei szerint kell olvasni és értelmezni. Miért? Mert ugyanaz a Szentlélek sugalta a Bibliát, amelyik jelen van az egyházban. Tehát az egyház hite, a hit szabálya és a Biblia között nem lehet ellentét, mert mind a kettőnek ugyanaz a forrása. És ha a Biblia magyarázatában kételjünk van, akkor az egyház hitéhez kell fordulnunk. Mit értett ő elsősorban a hit szabály alatt? Főként a hitvallásokat. A kereszténységben kialakul a keresztelésnek a szertartása kapcsán. Háromszor merítik alá a megkeresztelendőt, és kérdeznek tőle. Hiszel-e az egy Istenben, a mennyei atyában, az ég és a föld teremtőjében? Amikor azt mondja, hiszek, először alá merítik. Utána hiszel-e Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától? Ez volt a második kérdés. Azt mondta, hiszek, másodszor is alámerítették. Utána hiszel a Szentlélekben, hiszel a katolikus anyaszent egyházban? Amikor harmadszor mondta, igen, megint csak alámerítették. Ebből születik a hiszek egy. Tehát ez keresztségi hitvallás, de lassanként a liturgián egy nagyon ünnepélyes összefoglalása lesz annak, amit hiszünk. Egy igen az Istennek, aki kinyilatkoztatja magát nekünk. Ezt nevezte egész konkrét módon Szent Irénausz hitszabálynak. De tágabb értelemben ez egyház hitét jelenti, a zsinataink tanítását. Tehát azt, ahogyan hiszünk, ez segít abban, megvilágítja azt, hogy hogyan értsük a Bibliát.